Másnap reggel kezdtünk megérteni, hogy sok ezer kilométerre távolabb vagyunk családunktól. Itt éppen az egyik nagykálói fiatal mesél a Spanyolországban szerzett élményeiről azon a rendezvényen, amelynek a közelmúltban a Híd közösségi ház adott otthont. Nagykálóban immár 4 éve segítik a fogyatékkal élő emberek társadalmi beilleszkedését, oktatását és munkába állítását, tavaly ősszel pedig azt is sikerült elérni a szakembereknek, hogy a fiatalok külföldön szerezzenek munkatapasztalatot. Ennek keretében Nagykálóból 3, Szakolyból és Balkányból további 3 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékkal élő fiatal tölthetett Spanyolországban 3 hetet szakmai gyakorlaton az Európai Unió Leonardo da Vinci mobilitási programja támogatásával, melyet a Nagykálói Közhasznú Nonprofit Kft. Szakmai segítségével az Empiria Nonprofit Kft. Valósított meg. Az a szervezet, ahova mentünk, egy olyan hely, akinek, aki értelmi fogyatékkal élőkkel foglalkozik, az élet nagyon sok területén, tehát a képzésen keresztül a munkahelyteremtésig, sok mindennel, tehát ők ezt teljes rutinnal és tapasztalattal fogadták, hogy 6 értelmi fogyatékost kellett beállítani a munkába, úgyhogy gyakorlatilag zöggenőmentesen egyik pillanatról a másikra be tudtak illeszkedni az ottani környezetbe, az ottani emberek közé, a munkafolyamatok olyanok voltak, tehát ez egy kidolgozott rendszerint ment, az ottani emberek, vagyis a munkahelyek tudták, hogy milyen feladatokat bízhatnak ezekre az emberekre, amit maximálisan el tudnak végezni. Órákon belül kiderült, hogy ki az, aki melyik részterületre alkalmas, hogy megcsinálja, úgyhogy gyakorlatilag az első naptól kezdve a fiatalok a hasznos tevékenységet folytattak a munkahelyeken. Én úgy gondolom, hogy egy csomó jó ember találkozott össze, tehát a kiutazó résztvevők abszolút alkalmasak voltak, lelkesek, a magaviseletük kifogástalan volt. A fogadószervezet mindent megtett azért, hogy ne csak a munkahelyen, de a szabadidőnkben is jól érezzük magunkat, minden támogatást megadott ahhoz, hogy az egész gyakorlat zökkenőmentesen zajlódjon le. A partnerszervezeteink, az itteni önkormányzat a támogatásával, a helyi vállalkozók vagy szervezetek, akik zseppénzt adtak a gyerekeknek. Azt hiszem, hogy nem is tudnék mondani egy olyan momentumot a gyakorlat alatt, ami különösebb nehézséget okozott volna. A résztvevők szociálpedagógus kíséretében és szakmai mentor irányítása mellett egy kertészetben dolgoztak, Andalúzia egyik legnagyobb értelmi fogyatékosokat foglalkoztató szervezeténél, az APROSMO-nál. A spanyol szervezet az elvégzett munkát és a megszerzett ismereteket tanúsítvánnyal ismerte el, melyet ünnepélyes keretek között vehettek át a résztvevők Nagykálóban a közelmúltban. A tanúsítványokat dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Juhász Zoltán Nagykáló polgármestere adta át a programban résztvevőknek. A 6 fiatal szívesen emlékezett vissza a Spanyolországban eltöltött időre. Jó volt, mert mutatták, hogy kell gumizni a virágokat, ültetni, gyomlálni, és voltunk megnézni a Mikulás virágokat, és mentünk oda, Kanadában is voltunk, Granadában palotát nézni, várat, belül templomot néztünk, utána mentünk fagyizni, ikrémet, süteményt, játszótérben voltunk hintázni is, akkor ismerkedni emberekkel, akkor a főnök volt a Miguel, megmutatta, hogy kell gumizni, akkor ültetni a virágokat, utána belejöttünk gyakran-gyakran, utána gyorsabban-gyorsabban. Nagyon jó volt munkatársakkal ismerkedni, akkor kedvesek voltak hozzánk, és hozzá kedvesek voltam. Nagyon jó volt, mert nagyon nagy város volt, akkor voltunk áruházban is, de anyukámnak vettem ajándékot is. A résztvevők kellemes emlékekkel és hasznos munkatapasztalattal érkeztek haza a spanyolországi szakmai gyakorlatról. Mindannyian jól érezték magukat, és a jövőben is szívesen részt vennének hasonló programokon.